A reformkor előzményeiről lesz szó ebben a videóban. Mit is jelent a reform szó? Mit értünk a reformkor alatt? A reform szó újítást jelent, vagy pedig valamilyen változást. A kor, hogyha kettészedjük ezt a szót, nyilván valamilyen korszakot, egy időintervallumot jelöl. Esetünkben ez az 1820-as évek elejétől 1849-ig tartó időszakot jellemzi, vagyis Magyarországon az újítás és a reformok korszakát. De miben nyilvánult ez meg? Például látni fogjuk majd ebben és a következő leckékben, az irodalomban, a műveltségben, valamint a magyar nyelvet érintően is, amit Kazinczy Ferencnek köszönhetünk. Ezen kívül látni fogjuk, hogy a kultúra és a politikai életre is hatással volt a reformkor. Nézzük meg elsőként a történelmi előzményeket. Ha visszaemlékeztek az előző leckékre, már volt szó arról, hogy Magyarországon az 1711-es szatmári békével lezárult a Rákóczi-féle szabadságharc, melynek következménye lett, hogy az ország az örökös tartományokkal egyetemben immár a Habsburg érához tartozott és feloszthatatlan lett. A képen egyébként a szatmári békének egy kéziratának a másolatát láthatjátok. A rendi különállás továbbra is biztosítva lett. A Habsburg uralkodók, köztük Mária Terézia, és fia II. József is a felvilágosult abszolutizmus jegyében uralkodtak. Egy kicsit ismételjünk. Mária Terézia ugye 1740-től 1780-ig uralkodott. Minden uralkodóról fogok nektek mutatni majd egy-egy képet. Az ő fia, II. József, mint társuralkodó már Mária Terézia oldalán is megjelent, viszont magyar királyként és kalapos királyként lett elhíresülve 1780-tól 1790-ig uralkodott. Őt követte a testvére, II. Lipót 1790-től 1792 között. Majd pedig Lipótot a fia követte, első Ferenc, 1792-től 1835-ig. Ahogy látjuk, bőven a reformkorszak első felére tehető első Ferenc uralkodása. II. József, ahogy említettem, a felvilágosult abszolutizmus jegyében uralkodott, ami a rendekben nem feltétlen váltott ki minden esetben őszinte elismerést, köszönhetően az erőszakos reform kísérleteinek. Ezután a napóleoni háborúk adtak okot az aggodalomra, majd testvére II. Lipót vette át a trónt, aki a felvilágosult abszolutizmus egy türelmes politikáját kívánta folytatni, de váratlan halála minden folyamatot megakasztott. A kalapos királlyal szembeni hazafias ellenállásnak kezdetben főként rendi, nemesi jellege volt. De egy olyan folyamatot indított el, amely a nemzeti eszme újraértelmezéséhez vezetett. A felvilágosodás és a liberális eszmék hatására megindult a nemzetfogalom kibővítése, vagyis a polgári jog egyenlőség elve alapján annak a nem nemesekre való kiterjesztése is. Ez a legfontosabb pillére volt a reformkornak és a hozzá kapcsolódó reformmozgalmaknak, a nemzetfogalmának az átértékelése. Ez a gondolkodás nyilvánult meg az irodalmi életben is. A korabeli gondolkodókat ugyanis nagyon foglalkoztatta a herderi jóslat, amit Johann Gottfried Herder német filozófus történész fogalmazott meg, miszerint a magyarság kisebbségbe került a szlávok tengerében, és századok múltán talán már a nyelvüket is alig lehet felfedezni. Itt a képen az említett fizikust, tudóst, Herdert láthatjátok. Ugye ő ezt, ahogy elmondtam, jósolta, hogy valójában, mivel az elmúlt évtizedekben az volt
a tapasztalat, hogy nagyon sok szláv eredetű népcsoport települt be Magyarországra. Talán a magyarság és a magyar tudat, a nyelv is, mint olyan, el fog tűnni néhány száz évvel később. Ő legalábbis ezt vizionálta. És emiatt a félelem miatt indult meg egy olyan mozgalom, ami a már korábban említett nemzeti eszmét újra értelmezte, és Kölcsey Ferencnek köszönhetően is megjelent például a Himnusz című alkotásában, ami mai napig is ugye a mi magyarságnak a legfőbb irodalmi műve. Ezen kívül Kazinczy Ferencnek köszönhető az a nyelvújító mozgalom, ami ugye napjainkig is fennmaradt. Az 1790-91-es országgyűlésen egyértelműen az újítást próbálták előkészíteni a rendek. Épp ezért bizottságokat hoztak létre, például az egészségügyre vagy az oktatásra vonatkozóan is, ám azt a második Lipótot követő uralkodó Első Ferenc nem támogatta. A reformokat elutasította, majd az országgyűlést feloszlatta. Ennek fő oka az anyagiakban volt keresendő. Mivel a Habsburgoknak komoly átcsoportosításokra volt szükségük a franciákkal vívott háború miatt. A növekvő katonai terheket Bécs megpróbálta a vármegyékre is áthárítani, de a megyei közgyűlések sok helyen ellenálltak. Tovább fokozta a feszültséget, hogy a napóleoni háborúk után a gazdasági helyzet nagyon gyorsan romlott. Valamint a Szent Szövetség 1815-ös megalakulása sem kedvezett a reform kísérleteknek, mivel a régi rend megőrzését tűzte ki célul. Végül azonban Első Ferenc 1825-ben újra összehívta az országgyűlést, mintegy 34 évvel később, az előző feloszlatása óta. Itt néhány pontban összeszedtem a reformtörekvéseket kiváltó tényezőket, ahogy már említettem a videóban. Ilyen volt II. József uralkodása, és igazából az a nem túl előnyös politika, amit próbált folytatni a reform kísérleteivel, valamint a herderi vízió, aminek hatására igazából megerősödött a nemzeti tudatnak a fogalmának az átértékelése, és a nemzeti öntudat igazából erősödött, ami megnyilvánult ugye az irodalmi életben is. Reformtörekvéseket akadályozó tényezők voltak, ami igazából egész Európára hatással volt, ez a napóleoni háborúk. Ugye ennek politikai és gazdasági megnyilvánulásai is voltak, és ugye 1815-ben a Szent Szövetség létrejötte sem nagyon kedvezett a reformtörekvéseknek, mivel a régi rendet tűzték ki továbbra is célul. Valamint hát reformtörekvéseket nehéz úgy végrehajtani, hogy nem tudják törvénybe foglalni, és az országgyűlés az egyetlen olyan hely, ahol törvényt lehetett létrehozni, illetve beiktatni, és ez ugye 34 évig nem ülésezett, tehát 1790-91-es országgyűlés után legközelebb csak 1825-ben hívta össze Első Ferenc az országgyűlést. Na de ennek apropóján tekintsük át, hogy hogyan működtek a rendiség politikai intézményei. A rendiség politikai szintereit két fő pontban kell megemlítenünk. Az első a vármegyei közgyűlés. A vármegyei közgyűlésen minden nemes részt vehetett, de legfőképpen a középbirtokos nemesség képviseltette magát. Ugye minden vármegye élén egy főispán állt, akit az uralkodó nevezett ki. A főispánt követte az alispán, akit a közgyűlés választott, és a tisztségviselőkkel, valamint a szolgabírókkal együttműködött. Minden nemes részt vetett a közgyűléseken, ahogy említettem, de nagyjából itt a piramison látható hierarchiába tömörültek a közgyűlés tagjai. Szavazni személyenként lehetett, tehát személyenként mindenkinek egy szavazata volt. És a vármegyei közgyűléseken kettő fő országgyűlési követet választottak, és ez a két fő követ képviselte a vármegyét az alsó táblán, az országgyűlésben. Itt ezen a képen látható Pozsonyban a baloldali részén ez a nagy sárga épület volt az alsó táblának az ülés központja.
Az országgyűlés. Ugye ez a második politikai szintere, ahol összejöhetett a magyar rendiség. Az országgyűlés legfőbb feladata és célja a törvényhozás volt. Az országgyűlést mindig a király hívta össze. Neki van csak a mindenkori legitim királynak előterjesztési joga, tehát hogy összehívja az országgyűlést, és berekesztési joga, vagyis hogy feloszlassa azt. Ezen kívül ő az, aki szentesítheti a törvényeket. A törvényhozás menete a következőképpen zajlik. Az alsó táblában helyet foglaló képviselők megfogalmaznak egy javaslatot, amit fölterjesztenek a felső táblának. Amennyiben a felső táblában résztvevők elfogadják azt, akkor a feliratként tovább juttatják az uralkodónak, és hogyha az uralkodó is rendben találja, akkor szentesíti, és így megszületik egy törvény. Ott ilyen like jellel jeleztem, hogy amennyiben elfogadják, akkor minden rendben van is. Ilyen mondhatni, egyszerűen megszületik egy törvény, de a valóságban azért ez nem olyan egyszerű, hiszen gondoljunk csak bele, hogy ritka volt az az országgyűlés, ami néhány hónap alatt véget is ért. Általában több hónapon át zajlanak, vagy akár éveken keresztül is zajlódhat egy országgyűlés. Mivel, hogyha nem elégedettek a törvényjavaslattal, akár az uralkodó, vagy a felső tábla, akkor ezt visszaküldheti. Tehát a javaslatot leírat formájában visszaküldheti, és tovább tárgyalják. Addig, amíg ezeket megtárgyalják, és eljut az uralkodó, így bizonyos sok idő el tud telni. És hogyan is nézett ki ez a két kamarás országgyűlés? Tehát, ahogy láthattuk, van egy alsó táblája, és egy felső táblája. Az alsó táblában az elnök az mindig a személynök. A tagok pedig azok a képviselők, azok a követek, akiket a vármegyék küldenek, tehát a vármegyénként két fő követ az alsó tábla képviselője, és választás útján kerülnek az alsó táblába. A felső táblának az elnöke a nádor, aki egyébként az ország legmagasabb tisztségviselője is. A tagok személyenként az egyházi és világi főrendek, és személyenként kapnak királyi meghívót. Tehát gyakorlatilag a két kamarás országgyűlésen vitatja meg az új törvényeket, és amennyiben elfogadják, és az uralkodó is szentesít, akkor lép életbe. Hát így zárásként hoztam még egy képet, ez az alsó táblának egy ülése. Ugye láthatjuk, hogy milyen sokan vannak egy alsó táblai ülésen, tehát valószínűleg így most már egy kicsit jobban megértjük azt is, hogy nem olyan egyszerű egy törvényhozás, főleg, hogyha ennyi ember vitatkozik, és ennyi embernek kell konszenzusra jutnia. A reform törekvéseknek a további pontjait a következő videóban fogjuk majd megismerni.